Sziasztok, Holdan Frinda vagyok, ez pedig itt a Joy és az F&F közös gardrób tuningja. Nem sokára párosan érkeznek hozzám a lányok, kiszelektálom a ruhatárukat, feltöltöm az F&F legújabb nyári kollekciójából, igyekszem kihozni belőlük a maximumot, és még talán annál egy kicsivel többet is, már hogyha hagyják. Gyertek, tartsatok velünk! Mészáros Vivien vagyok, 26 éves, jelenleg egy általános iskolában tanítok felső tagozatos diákokat. Körülbelül 3 éve érkeztem, és hát költöztem pontosabban a fővárosba, mert alapvetően vidékről származunk, Veszprém megyei falusi kislányok vagyunk, úgyhogy a főváros világa így az utóbbi években csöppent bele a kis életünkben, kizárólag a munka miatt persze. Én Mészáros Zsófia vagyok, 22 éves, én is vidékről jöttem. Én szakács vagyok Kispesten egy kis étterembe. Én is a munka miatt jöttem fel, mert több munka lehetőség van, mint vidéken. Sose voltunk ilyen átalakításon, úgyhogy de szerintem, ahogy láttam a csajokat előttünk, így nagyon jól lesz szerintem. Hát igen, én is izgatottam már, hogy Linda mit fog belőlünk kihozni, mert maga a játéknak a felhívása nagyon felkeltette az érdeklődésünket, mivel hát mint minden csaj, mi szeretünk nagyon öltözködni, és nagyon élveztük már az előkészületeket, a sminkelést, a fodrász munkát, úgyhogy nagyon izgatottan vágunk ennek az egészből bele. Én igazából nagyon kacérkodom pár éve a nőiesebb vonalú öltözködésem, mert eddig mindig ezen a fiúsabb vonalon mozogtam, mint a póló, farmer, sportcipő, tehát hogy szeretném, hogyha Linda, mint szakértői szemmel így megnézni, mit lehet ebből az egészből kihozni, tehát egy kicsit egy nőiesebb vonalra kapjunk rá. Én szeretnék elegánsabban öltözködni, mert inkább ilyen sportos vagyok, de ki szeretném próbálni, hogy ilyen elegánsan is. A világéletemben inkább ez, ahogy mondtam, ezt a fiúsabb, klasszikusabb, egyszerűbb vonalat képviseltem, tehát fiúslány révén én inkább ez a grundon focizós, sportoló, szaladgáros, sarazós kislány voltam. Kamaszkoromban pedig jött ez az igazi lázadás, megvadulást a színes ruhákkal, a piros csőnadrág, sárga ingel, tehát hogy ez a totál kakadó figura, még a hajamat is befestettem félig pirosra, úgyhogy nekem igazából így a kombinációval volt mindig a gondom, hogy nem tudtam, hogy mit, mihez hordjak, milyen fazon állna esetleg nekem előnyösebben vagy jobban, így úgy érzem, hogy ezen a vonalon is, tehát hogy ezek a milyen színek, milyen fazonok, milyen cipő állna jól, úgyhogy ebben várom még főként a segítséged. Hát Zsófi mindig ez a csajosabb lány volt, tehát kettőnket össze kellene hasonlítani, ő képviselt ezt a piperköcrebb kislány stílus, tehát folyamatosan sminkelős, fodrászkodós, és szerintem érdemesebb lenne megpróbálni neki is egy ilyen elegáns, nőiesebb vonalat, és kilépni neki is ebből a sportosabb lány szerepből, és hogy mondjuk jól állhat neki is egy blézer, vagy egy másik, tehát egy elegánsabb fazonú nadrág, vagy akár bármi, ami igazából felnőtt nőiesebb. Igazából nekem nincsen stílusérzékem, szerintem mindig meglátok egy jó ruhát, szerintem az jól áll, megveszem, felveszem, és az úgy el vagyok vele, de úgy kifejezetten nincs meg az az összkép, meg hogy miért hogyan. Kezd felnőtt lenni, így már nagyon nőiesen öltözködik. És ennek én tök örülök, mert sose tetszett az, amikor fiús volt. Az nem állt jól hozzá, hát azért mégis nők vagyunk, azért meg kell mutatnunk, hogy milyen szépek vagyunk. Úgyhogy ennyi. Szia Vivi! Hello! Gyere, Jaj! Komoly volt az André. Nem baj, jó ez egy igazi belépő volt. Nem baj, gyere, igen, ez semmi gond nincsen. Egy rendes nő ezt is okay. Megoldja, így akartad. Szia! Így akartad, igen. Semmi gond nincsen. Beestem. Ciao. Szia, hello. Még bőröndöt se hoztál. Nem, ezt így jobbnak találtam így ide, a csúnya valóságot. Ez, így hívod a ruhatárodat, hogy csúnya valóság? Hát igazából annyira rapszódikus és különböző, mint néha, hogy azt szoktam remondani, mint egy jelmeztár. Aha. Tehát valamikor ennek öltözök, és valamikor annak. Hát ugye te tanárként dolgozol, igen. Felsős gyerekeket tanítasz, azért az ember azt gondolom, hogy tehát most, ahogy te fel vagy öltözve, akár az iskolapadba is beülhetnél, mert hogy ez egy ilyen nagyon klasszikus szürkepulcsi, kék farmer, sportcipő, tehát hogy ez akár bármi is lehetne. Hogyan öltözködsz a munkában? Ugyanígy? Igen. Én konkrétan onnan jöttem, tehát én is érzem azt néha, hogy még a határ szélen mozgok, tehát hogy egy gimis padban még akár be is ülhetnék. Most onnan jöttél? Igen, tanítás. Irattál dolgozatot ma? Igen, sajnos. És irattam.
fú, nagyon szemét szerintem. Tehát, hogy azért nem tudom, hogy segítsek vagy ne segítsek a Vivinek. Hát most nem tudom eldönteni hirtelen. És szigorúan fogod osztályozni? Nem. És na, könnyű volt a dolgozás. Jókat kérdeztél, olyanokat, amiket tudtak válaszolni a gyerekek? Igen. Jó van, akkor mutasd meg, hogy milyen ruhákat hoztál, hogy mik azok, amiket te szeretsz, mi a kedvenced ezek közül? Hát igazából én mindig ezen a póló farmerem mozogtam, tehát hogy ezek a bő, lenge, pólószerűek, amiket így mindig szoktam használni. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen ápol és eltakarszerű póló. Mert szerinted téged el kell takarni? Nem feltétlenül, az utóbbi időben hisztem, és ez egy kicsit nehéz volt elfogadni, uh-huh, és ezért mentem rá erre a ilyen. De most vonalra. Itt a pandémia alatt hisztel? Tehát, hogy az okozta a hízás, hogy nem... Előtte is, tehát ilyen sportos életmódnak a felhagyásával. És miért hagytál fel vele? Hát ugye az egyetem miatt is kezdett így kikopni, meg hogy belépni a nagybetűs életbe, hogy rám zúdult a munka, meg stb. Tehát, hogy így volt ennek kifogása, hogy úgy mondjam, de most már igyekszem visszatérni hozzá. De rosszul érzed magad így a bőrödben? Igazából a sportnak a szeretete volt az, ami engem mindig motivált. Ez sosem az, hogy mondjuk 2 centivel akkor most beljebb lesz a nadrág, hanem mindig jól éreztem magam tőle. És ez egy kicsit kikopott valami miatt, mert úgy éreztem, hogy én magam engedtem el. Tehát, hogy újra ez visszatérne, ez a belső motor, hogy érezzem azt, hogy az engem bepörget, felpörget, feltölt, akkor szerintem úgy előnyömre is várhat. Én mindig azt mondtam, hogy az alakváltozás, a sporthoz az csak egy plusz. Igen. Igen. Én nekem mondjuk még ez nem sikerült, tehát hogy sportoltam esküszöm, az alakom még nem változott tőle, valószínűleg kitartóbbnak kellett volna lennem, de hát ez most már így alakult, úgyhogy megértelek abszolút. De hogy mi az akkor, amit mutasd, ami az abszolút kedvenced? Most rákaptam erre a vonalra, hogy bepróbálkoztam ezzel az elegánsabb nadrággal, ami nagyon a magas derekú, uh-huh, tehát hogy ez nekem már egy óriási újítás volt a ruhatáramban, és azt mondjuk egy ilyen fehérebb, most konkrétan egy ilyen kedvenc tappancsos pólómat hoztam el, de ezt ilyen fehér világos színekkel kombinálni, uh-huh, ezt most én így elkaptam ezt a vonalat, mert alapvetően, amint látod, tehát hogy ilyen színkavalkátszer, a mustársárgát nagyon szerettem, ezt azért hoztam, mert így jelképezze, hogy ez egyébként igen, nagyon ott van a te ruhatára. Tehát, hogy valahogy felveszem, és valahogy így jól érzem magam a színben is, nem csak a ruhában. Aha. Egyébként ez tényleg így van, hogyha van egy szín, amit az ember viselni szeret, az nagyon tudja támogatni. Tehát, hogyha valaki ezt megtalálja, akkor az biztos, hogy egy nagyon jó dolog, hogyha azt így ilyen alappillérként használja a saját ruhatárában, mert az biztos, hogy magabiztos. Tehát az tudti, hogy magabiztosságot, hogy önbizalmat fog neki adni, amikor egy ilyen színű ruhát visel, úgyhogy nektek is javaslom, hogy ugyanúgy, ahogy Vivit is, találjátok meg a saját színeteket, és azt építsétek bele a ruhatáratokba. Én megmondom őszintén, azt, ahogy most így elnézem a ruhatáradat, valóban eléggé kaotikus, és én magam is azt érzem, hogy szerintem te keresed azt a nőt. Abszolút. Aki ugyan tanárnő, de nem a klasszikus értelembe vett szexi tanárnő, amit mondjuk a férfiak elképzelnek egy tanárnőről, nem az a fiatal kislány, mint ahogy te mondjuk például most akár fel vagy öltözve, hanem a kettő között egy picit vagányabb, kicsit lezserebb, de közben mégis formás, nőies nőt képviseld és testesítsd meg. Jól érzem? Igen. Sőt, ezzel a vagánnyal abszolút ki is mondtál helyettem egy szót. Mert amint a színek is mutatják, tehát, hogy én ezt nem úgy akarok kinézni, mint egy bohóc, viszont ezt a kicsit extrémebb, vagányabb vonalat is szeretem. Uh-huh. Tehát, hogy így azért legyenek színek benne. Én ezt mindig szeretem. A párod szereti, ahogy öltözöl? Igen. Legalábbis mindig megdicsér. Megdicsér? Akkor sok dicséretet kapsz, akkor ez azt igen, jelenti. Igen, igen, igen. De akkor úgy az önbizalmaddal nincsen baj, egyszerűen nincsen. Csak az, hogy keressük azt, amit igazán jónak gondolunk. Na, figyelj, most eljött a szomorú pillanat, amikor valamit ki kell dobnunk a ruhatáradból. Van-e olyan, amire te magad azt mondod, hogy kidobnád? Hát én ezt a pólót, ezt konkrétan ilyen mementónak hoztam most el, a vagány, középiskolás Viviennek az elengedése, aki ilyenekbe járt mondjuk fesztiválokra, aha, tehát hogy ezt így elengedném, ezt a fiús vonalat, tehát hogy nekem ez ilyen szó szerinti elengedés is lenne, uh-huh, mondjuk ezzel a pólóval, ami már nem való hozzám sem, meg a szakmámhoz, vagy hivatásomhoz sem. Mert úgy érzed, hogy ebben nem vagy nő? Igen, igen. Tehát ez megmarad mondjuk otthonra, vagy más szférákba, de hogy az úgy nőiesebb Vivihez már ez nem való. Vivi drága, az van, hogyha rálépsz a nőiességnek az útjára, akkor az fog történni veled, hogy egyszerűen
egyszerűen nem tudsz majd választani, hogy itt nő vagyok, ott nem vagyok nő. Hogyha ezt meg fogod érezni, és én nagyon bízom benne, hogy fogok tudni neked ebben segíteni, akkor ez menni fog, és az élet minden területén nőként fogsz tudni viselkedni, még akkor is, amikor egy olyan ruhadarab van rajtad, mint akár ez, amit majd mondjuk kiegészítesz esetlegesen mondjuk egy tűzpiros ceruza szoknyával, ami szintén nagyon jól állna rajtad, amit nem feltétlenül az iskolába, de a magánéletbe, egy vacsorára, egy randira, bárhova a pároddal mondjuk fel tudsz venni, és nőnek fogod érezni magad. Valóban én is azt érzem, hogy el kell engedjünk most valamit, és el kell engedjünk belőled egy részt, hogy egy újnak teret tudjál adni, és ez az új nőies Vivi életre tudjon kelni. Én nagyon bízom benne, hogy fogok tudni neked segíteni. Én akkor ezt most kidobom, akkor ezt most én itt hátra. Wow! Legyen így. Elengedtük. Elengedte? Nehéz ez most elelkedni? Picit igen, mert valahogy úgy érzi az ember, hogy ez a kamaszkor, és ez egy ilyen átgördülünk valami másba. De ez abszolút jó. Tehát én nagyon izgalmasan. Szép kamaszkorod volt? Igen, szép. Olyan szép, mint ez a póló volt. Te elengedtük. Bocs. Jó, látom, egy picit be is könnyöztél ezen az hát egészen. Én megható volt igazából, egy picit nem hittem volna egy ennyire, de hát ez csak egy ruhadarab, úgyhogy nagyon izgalmasan várom a következőket, igen, hogy mi lehet ebből kihozni egyáltalán. Igen, mert az csak egy ruhadarab, de te itt vagy, és változni szeretnél, és az élet vele járulja a változás, és egyszerűen az, ahogy fejlődünk emberként, nőként, és hogyha valaki ennyire szépen nyitott erre, ahogy te, az nekem stylistként mindig egy nagy öröm, mert tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt az utat, amit keresünk számodra. Na gyere, Vivikém! Összekapjuk ezeket a ruckókat, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk kihozni ebből az egészből. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat, mert egy jó nő vagy, aki készen áll. Mert egy nagyon jó nő vagy, aki készen áll a változásra. Na, csap bele! Köszönöm! Gyerünk, toljuk! Hello, Zsófi, gyere! Szevasz! Hello, szia! Szia. Hello! Így hoztad te is a ruháidat, igen, mint a testvéred, nem igen. Bőröddel, kézbe nem, hoztad. Nem, kézbe hoztam. Izgulsz? Igen, izgulok. Miért? Nem tudom igazából. De sose mi? Voltam ilyenen. Nem tudom. Sosem voltál milyenen? Szerinted mi válik most rád? Hát nem tudom. Ez a baj. Nem tudom. Figyelj, semmi rossz. Tehát, hogy igazából az fog történni, hogy te most rá fogod nekem mondani azt, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, amit magadból szeretnél kihozni, mi az, amit saját magadból egyébként szeretnél kihozni. Elegánsabban szeretnék öltözködni. Mert most nem öltözöl elegánsan. Igen, én sportosan öltözködöm igazából, és szeretnék kicsit nőiesebben, elegánsabban. Ez egy külső nyomás, vagy pedig inkább egy ilyen belső motiváció belső, nálad? Belső, szeretnék csinosabb lenni. Szerinted milyen egy csinos nő? Ez egy jó kérdés. Hát én csak egy jó választ várok rá. És nincs rossz válasz. Olyan egy csinos nő, ahogy te elképzeled. Hát aki magabiztos. Uh-huh. Én jól értem így amúgy magamat. Akkor lehet egyébként, hogy te így is csinos vagy? De olyan unalmas szerintem, hogy nem tudom. Szerintem nem unalmas. Szerintem ez egy tök jó dolog, amikor valaki egy farmerben és egy fehér pólóban, sportcipővel jól érzi magát és csinosnak érzi magát. Szerintem abban semmi. Ez egy nagyon jó alap. Ezzel csak azt akarom neked mondani, hogy szerintem semmi baj nincsen a te kiindulási alapoddal. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó massza, amiből egy csomó mindent ki lehet hozni. És semmi okod nincsen félni, mert az, amilyen te vagy, ahogy te ide bejöttél, én egy magabiztos nőt láttam, aki ide bejön, és tudja, hogy mi az, amit szeretne, csak kell neki egy kis segítség. Igen. Meg tudod mutatni a saját ruhatáradon belül, hogy mi az, amit nagyon szeretsz, és mi az, amit nagyon nem? Ezt nagyon szeretem, nyári ruha. Aha. Lenge, egyszerű. Hát ezt, hogy elnézem, ez egy nyári ruha? Aha, itt van a kötője is. Uh-huh. Jó, értem, szóval, hogy a derekára kötsz azért, hogy lehet, tehát akkor nem zsákruhának hordott. Jó, nem. Mert egy kicsit megijedtem, hogy ennyire csinos kis nő fölvesz egy zsákruhát magára, aztán nem. Úgy mutogatja magát, aznak nem a örültem volna. A csíkosat is nagyon szeretem. Ezt? Igen. Na és ez micsoda? Az is ugyanolyan ruha, nagyon szeretem az ilyen kis ruhákat. Aha, nagyon jó. Van, amit nem szeretsz a testeden egyébként? Sem, mindent szeretem. Mindent szeretek. Na, nekem itt nagyon könnyű dolgom lesz, csak hátradőlök, minden jó lesz. Ez a fontos egyébként, hogyha az ember szereti saját magát, de szereti a saját testét önmagához képest, ki tudja hozni saját önmagához képest ki tudja saját magából hozni a legtöbbet, szerintem az a legjobb és a legtöbb, amit egy nő, amit egy ember megtehet saját magáért, és én ezt látom benned. De jó ez a kis ruha is nagyon. Ezt is nagyon szeretem. Ez micsoda? Egybe szoknya. Nagyon szeretem a szoknyákat.
Ez egy isteni kis egyberuha, én ezt nagyon szerettem rajtad, meg ezek nagyon jók, ezek a színek igen. Neked. Ez egy ilyen rövid nadrágos overall. De figyelj, te tökéletesen öltözöl, hát nincsen semmi probléma. Én hazamegyek. Mit szólnátok, hogy én most fognám magam, hazamennék? Hát itt van egy nő, akinek tök jó a ruhatára, semmi probléma nincsen. Oké, akkor mi az, amit nem szeretsz? Azért csak hoztál valami olyat, amit nem szeretsz. Nem hoztál? Nem hoztam. Igazából minden ruhámat de szeretem. De tudod, hogy ki fogok most dobni innen valamit? Tényleg? Aha. Hát mi lenne, hogyha mondjuk ezt a kis két ruhát dobnám ki? Én azt nem szeretném. Hát én azt, hát akkor mi legyen? Akkor dobjuk ki ezt, vagy melyiket dobjuk ki? Tényleg ki kell dobni egyet? Hát persze, hát ez volt, ez a megállapodás része. Jó, akkor legyen ez a két. Dehogy dobjuk ki, hát azt mondtad, hogy ez a kedvenc nyári ruhát, adjál már. Gondolod, hogy én egy ekkora szemét vagyok, aki kidobja a te kedvenc nyári ruhádat? Dehogy is. Nézzük meg, mi ez mondjuk. Az egy egybe póló harisnyával. Egybe póló harisnyával? Uh-huh. Ja, értem, látom, lenge. Tehát egy ilyen oversize suits, igen. Az is egy egybe szoknya. Jó, oké. Hát tényleg nehéz dolgom van, mert az van, hogy neked a ruhatáradban minden tökéletesen beleillik, tökéletesen passzol. Nem tudom, lehet esetleg olyat csinálni, hogy nem dobunk ki? Na, hát akkor most önhatalmulag meghozom ezt a döntést, hogy nem dobunk ki ruhát. De szuper. Nem dobunk ki, mert hiszem azt, hogy nem mindig kell kidobni mindent. Azért, hogy az ember valami újba bele tudjon vágni, hogy valami új úton el tudjon indulni. Ugye te szakácsként dolgozol. Azért a kvázi munkaruhában persze, töltöd a napjaidnak a nagy részét. Igen. Mi az, amikor hazamész és viselsz, szívesen viselsz? Otthon. Melegítő. Aha, de neked van párod, gondolom, igen, ugye? Van. Együtt éltek? Igen. És magyarul akkor ez úgy néz ki ez a dolog, hogy te elmész munkaruhában vagy, majd utána hazamész, és hogy azzal a férfival, akivel együtt élsz, akit a legjobban szeretsz, akinek a leginkább akarsz tetszeni, annak otthon úgy ülsz, hogy melegítőben igen. Vagy. Uh-huh. És nem gondoltál arra, hogy esetleg valami olyan ruhát válasszál magadnak, amiben mondjuk szexibb vagy, csinosabb vagy, van jobban olyan érzed is, magad. Van jó, hát most nem azokra a ruhákra gondoltam, hogy vettek egy keresztet inkább a biztonság kedvéért, komolyan mondom, de tényleg nehogy a szó érje a ház elejét, hogy én itt most ilyenekbe kérdeztem bele, de hogy azért szerintem nagyon fontos az, amikor valaki együtt él a párjával, hogy akkor otthon azt a férfit, és ez fordítva is igaz, és azt a nőt, akit szeret, megtisztelje azzal, hogy igenis dögösen is szépen és csinosan néz ki. És ez nem azt jelenti, hogy szexi fehér neműben kell portörölni otthon, de hogy semmiképpen sem a kitérdesedett melegítő gatyánkban, semmiképpen sem egy olyan szakadt pólóban, amit egyébként sehova nem vennénk föl. Mert pont az az ember, akinek esetleg 40 meg 50 éven keresztül akarsz tetszeni, annak folyamatosan fenn kell tartani az érdeklődését, és ezt hidd el, hogy muszáj, hogy ez ki tudjon alakulni. Szerintem nálad itt a kulcs, hogy ugyan a hétköznapokban tök jól öltözöl, de hogy megtaláljuk azt a magabiztos nőt benned, aki otthon is felmer venni olyan darabokat, amikben nőiesnek érzi magát, de közben mégsem kiöltözve kevergeti a rántást a jó? Na, vigyük is a cuccokat, akkor te vagy az egyetlen kivétel, akinél nem dobtam ki semmit, és akkor választunk is majd ezek közül, amit kiegészítünk az F&F legújabb nyári kollekciójából, jó? És ezt megpróbálom feltúlbozni majd. Jó? Na, gyerünk! Szerintem akkor csapjunk is bele ebbe az egészbe. Kiválasztottam mind a kettőtöknek külön-külön, amit képviselni szeretnétek, azt szeretném én is erősíteni azokkal a ruhadarabokkal, amiket az F&F legújabb kollekciójából kiválasztottam, és összepasszintottam a ti meglévő ruhadarabjaitokkal. Nálad, Vivi, azt találtam ki, hogy találtam ezt a nadrágot, ez egy világos nadrág, amit egyébként nagyon sokféleképpen ki tudsz használni. Ehhez egy fekete magas sarkú cipőt választottam, illetve a te meglévő pólódat, ami ugyan piros, fekete, de imittam ott, benne van ez a nagyon szép világos kis szín, ami a nadrággal harmonizálni fog, ami szerintem ez egy nagyon vagány, és közben mégis egy nagyon elegáns külsőt fog neked biztosítani. Ezt egyébként még feldobhatod egy fekete blazerrel is, hogyha úgy van, de most csak így fogod felvenni, jó? Nálad ugye nehéz, ugye a farmer fehér póló, tehát ez az, amiben érkeztél. Én megragadtam a farmernél, és arra gondoltam, hogy próbáljuk meg akkor ezt az egyszerűséget egy picikét feldobni úgy, hogy választottam neked egy ilyen nagyon erős, narancs, picit könnyű anyagú nyári felsőt, amit egy ilyen babarózsaszín, kék mintás pisztírozott kendővel egészítettem ki, egy nyaklánccal és egy napszemüveggel. Szuper. Na, kíváncsian várom, hogy néztek ki ezekben a szettekben. Szóljatok, ha készen vagytok. De.
rendben. Jó, köszönjük. Hát én nekem ez a nyaklánc ez nagyon tetszik, és a napszemüveg is, remélem jól fog állni, mert amúgy nekem nem állnak jól a napszemüveget, tényleg. De ez a szín nagyon tetszik. Szerintem jó lesz hozzá. Szép rikító. Hát nekem pedig minden egy ilyen nagyon extrém, ez őszintén szólva első látásra így elég ijesztő, de nagyon izgalmasnak tűnik ez az összeállítás rajtam, hát megnézzük, hogy néz ki. Drága, ahogy ígértem, egy darabot kivettünk a meglévő ruhatáradból, amitől könnyes szemmel elbúcsúztunk, úgyhogy én most adok neked cserébe az F&F legújabb kollekciójából egy másikat, amit egy ővel egészítettem ki. Szerintem ez pont az a vonal, amit te szeretnél. Picikét, csajos, nőies, de közben mégis egy kedves, egy olyan tanárnő, aki, hogyha bejön, akkor mondjuk nem szorul a zapszam a seggembe, hogy engem fog feleltetni, vagy hogy rosszul fogom magam érezni. Ezt mind a munkában, mind pedig a magánéletedben szerintem tökéletesen fogod tudni viselni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked hogy fog tetszeni, én tuti biztos vagyok benne, hogy jól fog állni. Ugyan nálad, Zsófi, nem dobtunk ki ruhát, de nálad is természetesen, ha már itt vagy az F&F és a Joy közös gardrob tuningján, akkor én választottam neked egy ruhát, ez egyébként az F&F-nek a kampányruhája, ami az egyik személyes kedvencem, a másik mellett, még mindig elmondom, hogy nekem még mindig ez a személyes kedvencem, amit nagyon-nagyon szeretek. De hogy ez is egy isteni darab, ami strandra, városba, kávézáshoz, vacsorára, bármivel tök jól ki tudsz egészíteni. Én raktam hozzá neked több övet, és egy lapos talpú cipőt is, jó. Mert előbb azért láttam, hogy egy picikét a magas sarkú cipővel meggyúlt a bajod, úgyhogy most kedvezek neked, érezd jól magad. Köszönöm. Te is nagyon a ruhában, jó? Jaj, nagyon nehéz dolog ez a ruházkodás, kérem szépen. Na, érezzétek jól magatokat benne, várom, jó, hogy fölvegyétek, én addig itt leszek kint. Rendben, köszönjük. Ez a szandál is nagyon szép, remélem azok is jól megy hozzá majd. Hát nekem ez nagyon merész, az előző nadrágos, pólós szethez képest szerintem ez egy merészebb váltás, de kíváncsian várom, hogy ez ilyen közi nyári tanárnén is csajos, hogy fog állni rajtam, úgyhogy... Nagyon izgalmas volt ez a mai nap, bár hullafáradt vagyok. Mindeközben nagyon feltöltve érzem magam, úgyhogy a csajokon azt éreztem, hogy nagyon elégedetten, boldogan távoztak, és nagyon jól esett azt látni, hogy most már sokkal magabiztosabban és sokkal komfortosabban mozogtak azokban a ruhákban, amiket közösen választottunk ki nekik. Nagyon jó volt velük.